Farkas Sándor képviselő urat 2010-től ismerem, amióta én polgármester vagyok, hiszen úgy vettem át az egész hivatalt, hogy akkor volt a nagy belvíz. Én akkor kérdéssel is, illetve kéréssel fordultam a képviselő úrhoz, hogy segítsen nekünk. Összehívtak bennünket, azokat a polgármestereket, akik nehéz helyzetben voltak, és akkor kezdett segíteni. Azon kívül hátrányos helyzetű település vagyunk, és önhikit igényeltünk. Az önhiki igénylésén, ami nagy szükség volt erre, szintén kértem a képviselő segítségét, és ő önzetlenül segített. Majd továbbiakban, amikor átvettem a hivatalt, akkor körvonalazódott, hogy az oktatási intézmények nekünk milyen nehézséget okoznak, és ezt szerettük volna akkor átadni az egyháznak, és szintén a képviselő segítségét kértem ebbe. Ő szívélyesen segített és közreműködött a püspök úrral való találkozásra. Így az iskolánk és az óvodánk 2012-től egyházi fönntartás alá került. Ezt köszönöm a képviselő úrnak, úgy szintén minden egyes beruházásnál kéréssel fordulnunk a képviselő úrhoz. Ő megígérte, a visszanemtérítő támogatásoknál, az adósságkonszolidációnál mindenütt segített. Én nagyra becsülöm a képviselő urat, és kívánom neki, hogy továbbiakban is ilyen jó kapcsolat legyen közöttünk, és mi is segítjük őt, és ő is segítsen bennünket. Tisztelt magyar választópolgárok! Az önök erőfeszítéseinek köszönhetően Magyarország ma jobban teljesít. Összefogtunk és legyőztük az évszázad árvizét, beindítottuk a gazdasági növekedést, és csökkentjük a rezsiköltségeket. Sok még a teendőnk, de közösen nagy dolgokat vihetünk véghez. Fejezzük hát be együtt, amit közösen kezdtünk el. A választás igazi tétje, hogy tovább tudunk-e menni a megkezdett úton. Bízom abban, hogy lehetőséget kapok önöktől a térség képviseletére. Szentestől Mindszentig, Csongorától Szatymazig a térségben élőkért dolgozni a Magyar Országgyűlésben nagy megtiszteltetés és felelősség. Kérem, támogassa a Fidesz-KDNP jelöltjét. Magyarország számít önre. Készült a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a KDNP megbízásából.